ebben a sorozatban csak egyszerűen ki fogunk választani 7 verset egy bizonyos témáról, és azt fogjuk röviden elemezni. Ezúttal meg fogjuk nézni azt, hogy mit is ír az írás a férfiről és az ő feladatáról. Természetesen ez csak 7 vers, ennél azért jóval összetettebb a helyzet, de mégis valamennyivel közelebb kerülhetünk majd az igazsághoz és ahhoz, amit a Teremtő elvár a férfiaktól. Kezdjük el Bereshit 1 Mózes 3.11-19-ig, ez pedig ugye a bűnbeesés utáni állapot, és így szól. Az embernek pedig mondta ez a férfi, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogácskórót teremjen néked, s egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, s ismét porrá leszesz. Amit érdemes ebből megjegyezni, az az, hogy a probléma nem az, hogy ő hallgatott a felesége szavára. Hiszen ha az probléma lenne, ha az ember hallgat a felesége szavára, akkor nem teremtette volna a feleséget, a segítőt a férfinak. Úgy gondolta, hogy a férfinak szüksége van egy társa és segítőre ahhoz, hogy teljes legyen. Azonban a helyzet az, hogy az által, hogy hallgatott a felesége szavára, megszegte azt a parancsolatot, melyet a Teremtőtől kapott. Ez a probléma forrása, nem az magában, hogy az ember hallgat a felesége szavára. Ami tanulság lehet ebből mindannyiunk számára az az, hogy az első szempont az ember életében mindig az, hogy mi az, amit az Atya parancsol, és mi az, amiről a Mashiach tanúbizonyságot tett, amikor itt volt. Ez fölülír minden törvényt, minden rendelkezést, minden tanácsot, és bármit, ami információ felénk árad a világból vagy az emberektől. Mindenki számára ismerős ennek a következménye, hiszen folyamatosan a legtöbb embernek állandóan dolgozni kell annak érdekében, hogy meg tudjon élni, és még mindig minden ember meghal az élete végén. Ez a következménye annak, hogyha az ember megszegi a Teremtő parancsolatát. És a feleség szerepe az, hogy társként, segítőként funkcionáljon, a férfi feladata pedig az, hogy elfogadja azokat a tanácsokat és javaslatokat, melyek a feleségtől érkeznek, amennyiben azok segítik az úton maradást, illetve az egységnek az előre haladását. A legfontosabb azonban, hogy a kettő egysége kövesse a Teremtő által kijelölt útvonalat. Azt jól tudjuk, hogy a kettő egy testé lesz, nem fogjuk ezt megnézni újra a Bereshit, a teremtés történetből, hanem megnézzük, hogy mi az, amit a Mashiach mondott erről, ez Mátéjahu 19-es fejezet 4-től 12-ig. Ugye ő felel, válaszol a farizeusok kérdésére. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és asszonyjá teremté őket? Amire felhívnám a figyelmet az az, hogy minden egyes alkalommal visszautal a Tanákra, a Torára, a Nefiimre és a Ketuvimre, az úgynevezett Ószövetségre, azért, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy ami ott le van írva, az mérvadó akkor, az ő időszakában, és most soha nem fog megváltozni vagy elmúlni. Ugyanúgy, ahogy férfi és asszony még mindig, mindenki, attól függetlenül, hogy mit gondol, ez mindig is így lesz. És ezt mondná, annak okáért elhagyja a férfi az atyát és az anyját. Megmutatja azt, hogy mi egy család. A család az a gyermek, az apa és az anya. Ebből áll egy család. Ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy
testé. Meg kellene értenie mindenkinek, aki házasságban él, hogy a kettő egyet alkot. Az egység az, ami a teremtő szemében tovább működik. Valakinek az apósa vagy az anyósa, ugyanúgy a családja, a saját apja vagy anyja, mint ahogyan a sajátja, hiszen a kettő egy, akkor négy szülő tartozik egyhez. Ezért mondja, hogy a kettő egy. Az, hogy tiszteld apádat, az anyádat, ez vonatkozik ugyanúgy rájuk is. Persze ez egy másik kérdés. A lényeg az, hogy a kettő egy egységként operál. Azt akarom megmutatni, hogy annak ellenére, ahogy ez működik a társadalomban, vagy sokáig működött, vagy ki mit gondol a nő szerepéről, ha a kettő egy testet alkot, ezt meg fogjuk látni a későbbiekben, hogy hogyan vélekednek mások erről, az egység csak akkor képes működni, ha mindenki a saját funkcióját ellátja. Amennyiben beszéltünk arról, hogy a nő az, aki segíti a férfit, a férfinak el kell fogadnia a segítséget, mely a feleségtől érkezik, különben a feleség nem tudja betölteni a saját funkcióját, és a férfi miatt felbomlik az egység, és tulajdonképpen a szerepkörön kívül kényszeríti a nőt, és ezáltal ugye megszegik azokat az instrukciókat, melyek erre vonatkoznak az atyától. Úgyhogy úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Megismétli, hogy egyértelművé tegye, hogy mi az, amiről beszél. A kettő egy lesz, és úgy is kell működnie, és a férfinak meg kell engednie azt, hogy a nő ellássa a szerepkörét. Ehhez azonban le kell vetközni a büszkeségét mindenkinek, és hagyni azt, hogy megnyilvánuljon a feleség úgy, ahogyan természetesen az a Torával harmóniában van, és segítse a férfi munkáját, illetve az egység munkáját, amit azért Elohim egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Természetesen ez a válásra utal, de elválasztja úgy is, hogyha valaki kilép a szerepköréből, és az egység magát is fel tudja oszlatni, nem csak úgymond elválni, mint egy válás intézménye. Azáltal, hogy az emberek nem látják el a funkciójukat, vagy nem hagyják, hogy a másik ellássa az ő funkcióját. A férfinak hallgatnia kell arra, amit a nő mond, abban az esetben, ha az összhangban van a Torával. A nő másként gondol a dolgokra, mint egy férfi. Pontosan ezért van kettő. Ha két ugyanolyan lenne, akkor nem lett volna értelme egy egységet alkotni. A nő és a férfi más szemszögből vizsgálja a világot. Ez volt az atya célja azzal, hogy létrehozta az egységet, hogy két különböző perspektíva találkozzon, és az egység együtt erősebb, mint az egyes elemek összege. Azonban ehhez a férfinak meg kell engednie azt, hogy a nő ellássa ezt a funkcióját. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, az pedig az, hogy amit Elohim egybeszerkesztett, ember el ne válassza. A cél az volt azzal, hogy a válás ismeretlen fogalom volt. Olyan értelem, hogy aki elvált, többé nem házasodhatott újra. Különösen a nőnek okoz ez problémát, hiszen a férfi elvetett más nőt, de amennyiben a nő újra házasodik, azzal a férfi is bűnbe kerül, hiszen a paráznaság, ugye ő az, aki elbocsátotta a nőt, ezzel belekényszerítve az abba, hogy paráznaságot kövessen el. Tehát mindenki bűnt követel, és a Föld megfertőztetik. Ez egy hosszabb történet lenne belemenni, de még annyit szeretnék ebből kihozni, hogy azzal, hogy nincs válás, azzal a két fél rá van kényszerítve arra, hogy ezt kidolgozza ezt az egységet, annak ellenére, hogy nehézségek fognak fellépni úton útféle, hiszen az ellenség mindig meg fogja támadni ezt az egységet, hiszen tudja, hogy ha az egység jól működik, akkor az legyőzhetetlen, és neki úgy nincs esélye. Úgyhogy azt szeretném, hogyha megérteni mindenki, hogy azzal, hogy nincs válás, kötelező, muszáj a két félnek kidolgozni a problémákat, hiszen nincsen más út ki ebből az egészből. Rá van kényszerítve az ember arra, hogy kidolgozza ezeket a problémákat, hogy megoldást találjon rá, és a nehéz helyzetekből
kikerüljön, hiszen ez az, amit az egység megkíván. Nem lehet csak egész egyszerűen elfordulni az első, második, vagy harmadik, vagy az x-edik probléma után, és azt mondani, hogy jó, ez nem fog működni. A két embernek ki kell tudni dolgozni ezt, és a férfinak ugyanolyan felelőssége ennek az egységnek a fenntartása, mint amilyen a női. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy a nő alárendelt, a férfi meg fölé rendelt, az nem értette meg, hogy mit jelent az, hogy egy test lesz a kettő. Mindkettőnek felelőssége és érdeke és kötelessége az, hogy ez az egység működjön a jövőben. Ehhez azonban mindenkinek a saját szerepkörén belül kell maradnia. Azért ez a kötelessége mindenkinek, hiszen ez az, amit a teremtő demonstrált és bemutatott az egész könyv során folyamatosan mindenhol. Megkötötte a szerződést, a házasságot Izrael népével és mindenkivel, aki ott volt. Onnantól kezdve mindent megtett annak érdekében, hogy visszafogadja, hogy visszacsábítsa magához azt a népet, amely folyamatosan elhagyta őt. Ezzel példát mutatván minden férfinak, hogy hogyan kellene neki viselkednie a feleségével. Ha visszaemlékszünk, aki ismeri egyáltalán az írásokat, tudja, hogy minden oldalon szinte arról van szó, hogy térjetek meg, gyertek vissza hozzám. Ez nem csak mint nép, hanem mint feleség tanítja őket az atya, mutatja azt, hogy mi az ő feladatuk, és türelmesen és megbocsátóan vár, és próbálja visszaterelni az úgymond feleségét arra az útra, ami a helyes út. Hiszen csak akkor tudja a feleség betölteni az ő szerepét, ami a kettőnek az egységét teszi majd teljessé. Úgyhogy az a gondolatmenet, hogy a férfi az csak uralkodik, a nő meg csinálja, amit mond a férfi, az nem állja meg a helyét, hiszen aki így gondolkodik, vagy ezt hiszi, az vagy nem ismeri, vagy nem érti azt, ami le van írva. Ezért mutatta be a Teremtő az ő és Izrael kapcsolatán keresztül, hogy hogyan is működne egy házasság. A férfi tanít, a nő engedelmeskedik, és a kettő egy egységet alkotva működik majd teljes kapacitással. Erre egy nagyszerű példa Jesiáhu, Ézsaiás 54-es fejezet 4-től 10-ig. Így szól. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságot szégyenéről elfeledkezel, özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Ez ugye a nőről van szó. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek hatalmassága az ő neve, El Shaddai, és megváltod Izraelnek szentje, az egész föld hatalmasságának hívattatik. Egyértelművé teszi, hogy a házasságról beszél. Az ifjúság szégyenéről elfeledkezik, az özvegységének gyalázatára többé meg nem emlékezik, mert ő, mint férj, megbocsát neki, és hajlandó tovább tanítani, ezáltal megteremtve az egységnek a lehetőség. Mert mint elhagyott és fájú lelkű asszonyt hív téged Jahua, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja hatalmasságot. Azaz még mindig hajlandó visszafogadni, és még mindig azon dolgozik, hogy ezt az egységet fenntartsa. Nem azt mondja, hogy jó van, ez a nép nem csinálta, keresek egy újat, és kipróbálom azt is, vagy ezt is, hanem még mindig azon fáradozik, hogy megmutassa azt, hogy ő ezt az egységet szeretné, hogyha működne. Hetestől egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek, búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó hatalmasságom. Azaz megbocsát, és könyörül, és még mindig próbálja az egységet helyreállítani, és ezt az egységet működőképessé tenni. Annak ellenére, amit tett ugye Izrael népe. 9-es. Mert ez nékem a Noé özönvize. Miként megesküvém,
hogy nem megy át többé Noé vagy Noach özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Természetesen ez arról az időszakról beszél, mikor Jisrael népe és mindazok, akik csatlakoznak hozzájuk, megértik, hogy mi az, amit a Teremtő elvár, úgy is élnek, és akkor majd ő visszafogadja őket, és hajlandó velük együtt újra élni annak ellenére, amik történtek. Természetesen nem arról beszél, hogy a nép továbbra is csinálja a saját ostoba dolgait, ő meg elfogadja őket úgy. Ez arról az időszakról beszél, mikor már megértették és visszatérnek hozzá. Ugyanígy a férj is türelmesen segíti a feleséget, hogy az eljusson olyan szintre, idézőjelbe téve, amilyenen ő van, hiszen a férfi nem véletlenül kellene, hogy tanítsa a feleséget. Ez az, ahogyan a Teremtő megalkotta ezt a kapcsolatot. Azonban, ha a férfi tanítja, akkor a feleség segíteni fogja a férjet ugyanúgy, hiszen képes lesz rá. És így a kettő együtt fog fejlődni. Azáltal, hogy a feleség más perspektívából nézi a világot, képes egy másfajta irányból megközelíteni a problémákat, és segíteni a férjnek a működését, így a kettő együtt erősebb lesz. A férjnek hagynia kell, a nőnek pedig tudnia kell, hogy hogyan kell ezt csinálni, és a kettőnek, mindkettőnek tudnia kell, hogy mi az, amit tőlük elvár az atya, illetve hogyan működik ez az egység harmóniában és hatékonyan. Azonban a vége az, ami érdekes a 10-es vers, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, azaz a még akkor is, ha a világ elmúlik, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő hatalmasságod. Azaz a szövetség egy életre szól, és a kettőnek az a feladata, hogy ebben a szövetségben együtt működjön. Ez csak akkor lehetséges, hogy a férfi egyrészt hagyja, hogy a feleség a saját szerepkörében funkcionáljon, másrészt képes megtanítani a feleségnek azt, amit ő megért. Hiszen a férfi másképp közelíti meg az életet. A férfi sokkal inkább, általában mondom, sokkal inkább képes tanulmányozni az írást, bármiféle dolgot. A férfi imádja az információt, és kikutatja azt, és hajlandó ezt megcsinálni. Ezért halad gyorsabban, mint általában egy nő. Nem azt mondom, hogy ez mindig így van, azt mondom, hogy ez általában így van. Így a férfi hamarabb megtudja, azt átadja a nőnek, így ő is jobban megérti, a nő is, és a kettő együtt hatékonyabb. Ez a férfi feladata a kapcsolatban. Ez után le kell vetköznie azt, hogy ő esetleg többet tud, és el kell fogadnia azt, hogy a nő más dolgokban tud többet, és érti jobban a világot, és esetleg van olyan gondolata vagy tanácsa, ami hasznos lehet a kettő számára. Persze nem esetleg, hanem nyilván mindig van. A kettő együtt funkcionál. Míg a férfi szereti a dolgokat megcsinálni, és az egyiket a másik után csak végrehajtani, megérteni, az információt megszerezni, tanulmányozni, és csak a lényegre tör, addig a nő egy egész más megközelítésben látja a világot. Így tud a kettő együtt hatékonyan működni. Azonban a férfinak hagynia kell azt, hogy a nő be tudja tölteni ezt a funkcióját. És még egy dolog, ami legalább ennyire fontos, az az, hogy a férfinak képesnek kell lenni tanítani a feleségét, hiszen ha ő nem képes, akkor nem fog működni ez a kapcsolat. Nem csak a feleségét, hanem csak egyáltalán értenie kell, hogy miről szól az út. És aztán érdemes elkezdeni keresni egy partnert ehhez az élethez. Mikor az ember már maga készen áll erre. Nem csak tudásilag, információban, hanem az alázat és az engedelmesség is megvan benne. Nézzük, hogy mit tanácsol Saul a különböző gyülekezeteknek. Ez Efézusiakhoz 5:25-33. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Mássiák is szerette az egyházat és önmagát adta azért. Arról beszél, hogy szeressétek a feleségeteket. Nem azt mondja, hogy szeressétek a feleségeteket, pont. Elmondja, hogy úgy, ahogyan a Mássiák is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. A kérdés felmerül, hogy ki az a férj, aki hajlandó lenne erre,
és nem úgy definiálja a szeretetet, ahogyan a világ. Mert igazából az a fő probléma. Mindenki azt mondja, hogy szereti a feleségét, mikor hozzámegy. A kérdés az, hogy vajon a szeretetnek a jelentése ugyanaz-e, mint amiről itt beszél Saul, amiről a Mesiák beszélt, vagy amiről, amit az atya szeretett volna, hogy mi értelmezzük szeretetként. Úgyhogy ez a férfi feladata, sőt, ez úgy tűnik, hogy egy parancsolat, hogy megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az ige által. Az ige által. Ismernie kell a férfinek Jahua szavát, hiszen az ige által lesz majd ez a kapcsolat megszentelve, és akkor fog majd ez működni. Azon kívül teljesen mindegy, hogy mivel próbálkozik, a férfi soha nem fog működni ez a kapcsolat úgy, ahogyan az atya szeretné, illetve ő nem fogja elfogadni, hiszen egy másfajta szövetség szerint operálnak. Úgyhogy egyrészt azzal a szeretettel, amellyel a Mashiach szerette a gyülekezetet, másrészt pedig ismerni kell a Tanákhot, ami a teremtő szava, és az szerint kell a kettőnek élnie, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben a gyülekezetet úgy, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen kodes, szent és fedhetetlen. Ez még mindig arról beszél, hogy a Mashiach hogyan szerette az egyházat. Megmutatta, hogy hogyan kellene élni. A férfi példát mutat azzal, ahogyan él. És ha példát mutat, akkor nem fog úgy viselkedni, mint ahogy a legtöbb férj viselkedik ma a világban. Így a nőnek nem kell majd félnie attól, hogy ez a rendszer hogy működik, hiszen látni fogja, hogy a férfi az igaz úton jár, és úgymond kodes, fedhetetlen és szent, és akkor látja a példát, ő így fog viselkedni, és az egység működni fog. Azonban a férfinek példát kell vennie a másiákról, ugyanúgy, ahogy őt az atya irányítja. Nézzük tovább, mint is Saul. Úgy kell a férfiaknak szeretni feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen Jahua is az egyházat, mert az ő testének tagjai vagyunk, és az ő testéből és az ő csontjaiból valók vagyunk. Akár csak a nő a férfiből, ugye a teremtésből tudjuk, hogy hogyan teremtette a nőt, az ő csontjaiból, az ő testéből. Ez már akkor egy metafora volt arra, ami a másiák volt. A kezdetektől fogva ez volt az a rejtély, amiről beszélt, majd később írja, hogy a nagy titok, hogy a házasság és az, ahogyan létrejött Ádámból Éva, az reprezentálja azt, ahogyan a másiák eljött és a gyülekezetet megváltotta. Ha mi nem úgy élünk, ha a férfi nem úgy viselkedik, ahogy a másiák viselkedett, akkor a nő nem tudja betölteni azt a funkcióját, amit az egyház, a gyülekezet tölt be a másiákkal együtt. Azért mondja, hogy a másiáknak a tagjai vagyunk, ahogyan a nő a férfi tagja. A férfinak példát kell vennie a megváltóról, ahogyan ő élt, és akkor a nő el tudja látni azt a funkciót, amit neki szánt az atya. Ugyanúgy, ahogy mi a gyülekezet tagjai, azért tudjuk, hogy hogyan kell élnünk, ha tudjuk, mert eljött a férj, a másiák, és megmutatta, és megtanított, és türelmes volt, és feláldozta magát, és megtett mindent, amit az atya kért tőle. Ezáltal bemutatja a másiák és a gyülekezet, a férj és a feleség kapcsolatát. Az a férj, aki nem úgy viselkedik a feleségével, mint a másiák az egyházzal, a gyülekezettel, nem tölti be ezt a funkcióját. Úgyhogy mindenkinek elsősorban magára kellene fókuszálnia, és amikor úgy érzi, hogy elkészült, felkészült erre, akkor elkezdeni valaki mást is belevonni ebbe az útba. 31. Annak okáért elhagyja az ember az atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek a ketten egy testéhez, bár a sét második fejezet, ha jól emlékszem, amikor leírja, hogy hogyan is alakul ki a férfi és a nő, mi is a család. Felette nagy titok ez, de én a másiákról és az egyházról szólok. Ez pontosan az, amit megbeszéltünk egy perce. A kettő
Az, hogy az ember elhagyja atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, reprezentálja a másiák, és egy gyülekezet, a férj és a feleség kapcsolatát. Hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig, hogy félje a férjét. Ugyanúgy, ahogy a gyülekezet féli a másiákot, ugyanúgy viselkedik a feleség a férje. Nem fizikálisan, nem úgy retteg, ahogy a világ definiálja azt, hanem tiszteletten néz rá, és hajlandó elfogadni, amit a férj mond. A férjnek viszont úgy kell élnie, hogy az elfogadható legyen az atya által, különben nem tölti be az ő funkcióját. 1 Korintusi 11.3.12, így ír Saul. Akarom pedig, hogy tudjátok, folytatva továbbá az előző gondolatmenetet, hogy minden férfiúnak feje a másiák, az asszonynak feje pedig a férfiú, másiáknak feje pedig Elohim, az az atya. Szóval, az atya, a másiák, a férfi, a nő. Így épül fel a rendszer. Ha valaki nem funkcionál a saját szerepkörében, akkor az megtöri ezt a harmóniát, és nem fog működni az egész. Az atya és a fiú mindig működni fog. A kérdés az, hogy a férj képes-e betölteni az ő funkcióját, illetve a feleség az övét. Ez az, amit megmagyaráz Saul. Minden férfiú, aki befedett fővel imádkozik, vagy prófétán megcsúfolja az ő fejét. Ezután ugye leírja a befedett fővel való imádkozást, annyit hozzátenik azok számára, akinek ez nem nyilvánvaló, hogy a kifejezés, amelyet használ, az a görög kifejezés. Katakalupto, melynek jelen, ugye a katá és a kalupto szavaknak az összesség, egy összetett szó, azt jelenti, hogy lefedni, vagy pedig fátyollal bevonni teljesen. Nem a azt a fejfedőt jelenti, ami a fejtetőt betakarja, hanem egy fájtlat jelent. Ugye a Strong's szótár szerint katakalupto azt jelenti, hogy teljesen befedni, elfátyolozni, beburkolni, vagy elbújtatni. Úgyhogy nem a fejfedőt jelenti, hanem egy fájtlat, ami eltakarja az egész fejet. A Thayer's görög lexikon szintén ugyanerről beszél, katakalupto, megadja ugye a héber kifejezést is itt, a Septuagintából, és azt jelenti, hogy teljesen elfedni, illetve fátyollal befátyolozni, vagy pedig, amikor valaki elfedezi teljesen magát, vagy eltakarja a saját fejét. Nézzük a hetes verset, mit ír, mert a férfiúnak nem kell befedni a fejét, ugye ez a katakalupto szó, mely azt jelenti, hogy elfátyolozni, eltakarni az egész fejét, mivel ő Elohimnak képe, és az ő dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége. Rendben, ismét csak azt akartam ezzel megmutatni, hogy a férfi vezeti ezt az egységet, akkor amennyiben úgy él a Tora instrukció szerint, ha nem, akkor nem képes ezt a funkciót ellátni úgy, ahogyan az atya szeretné azt. De még akkor is, ha úgy tűnik, hogy ő a vezetője ennek a kapcsolatnak. Mert a férfiú van az asszony, mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúban. Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Ezért kell az asszonynak hatalmi viselni a fején, az angyalok miatt, mindazáltal sem férfi, nincs asszony nélkül, sem asszony férfi nélkül Jahuában, mert miképpen az asszony a férfiból van, azonképpen a férfi és az asszony által, az egész pedig Elohimtől. Szóval még egyszer, a férfi az, aki vezeti ezt az egységet, és a férfi az, aki meghatározza ennek az egységnek az irányát, az, hogy merre megy. Mindaddig, amíg az összhangban van a Torával. Ez a legfontosabb, a férfi csak akkor képes ellátni ezt a funkcióját, és lenni az atya képének és dicsőségének, amennyiben úgy él, ahogyan az atya meghatározta. Nem úgy, ahogy a kereszténység meghatározta. Nem, a férfi nincs asszony nélkül. Ugye elmondtam már siák, hogy mikor tud az ember egyedül lenni, illetve Saul. A lényeg az, hogy az, aki ebben a házasságban él, az nem lehet az asszony nélkül. Nem képes anélkül létezni, hiszen a kettő már egy egység. És a férfi
nem jó egyedül, ezért teremtette az asszonyt. Ezért írja azt, hogy a férfi nincs az asszony nélkül. A férfi, az asszony, a nő teszi teljessé. Nem azt jelenti, hogy valaki nem élhet egyedül, azt jelenti, hogy az teszi teljessé. Mindenki a másiák családjába tartozik, aki úgy él. Azonban ezt a rendszert az atya azért találta ki, hogy teljessé legyenek az emberek. A férfi is az asszony által, az egész pedig Elohimtől. Az asszony a nő teszi teljessé a férfit. Kolosséiakhoz, 3. fejezet, 19-es vers így szól. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek. Azaz ez egy újabb felszólítás a férfinak, hogy mi is az ő feladata. Szeretni a feleséget azzal a szeretettel, amellyel a másiák szerette az egyházat. Azzal a féltőn szerető szeretettel, melyel az atya próbálta igazgatni, és próbálja igazgatni a mi útunkat a másiákon, és a Ruach HaKodesh segítségén keresztül. És a Ruach HaKodesh által. Ez az a szeretet, melyel a férfinak szeretnie kell a feleségét. És ne legyenek irántok keserű kedvűek. Azaz érdemesebb átgondolni, mielőtt az ember meghozza a döntést, hogy belevág-e ebbe a kapcsolatba, illetve ebbe a szerződésbe vagy szövetségbe, hiszen utána ebből nem lesz kiút. Még egyet hozzátennék végezetül, ez 1 Timóteushoz 5-től 8-ig. Ez pedig nagyon fontos, hogy megértse minden férfi. Így szól, ha pedig valaki az övéiről, és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel, a hitet megtagadta és rosszabb a hitetlennél. A férfi felelőssége az, hogy el tudja látni a családját. Ez volt az a rend, melyet az atya kitalált. Úgy, ahogy ő képes volt ellátni az ő népét, persze már siákon keresztül, képes volt ellátni azt, úgy a férfinak is kötelessége az, hogy ezt meg tudja tenni. Különben, ahogy látjuk, rosszabb egy hitetlennél. Úgyhogy azért a férfi vezeti ezt az egységet, mert több felelőssége van ebben a kapcsolatban. Az más kérdés, hogy a világ most nem úgy rendezkedett be már, hiszen az ellenség mindent a feje tetejére állított, így ezt is, és szinte lehetetlenné tette a férfinak, hogy ezt a szerepét betöltse. Ettől függetlenül a férfinek ez kötelessége, hogy el tudja látni a családját. És akkor érdemes belevágni ebbe, amikor erre készen áll az ember, vagy a férfi jobban mondva. Úgyhogy ez nem csak egy olyan döntés, amit az ember meghoz a pillanat hevében, hanem megérti azt, hogy mi lesz majd az ő felelőssége, mik az ő kötelességei, és ez egy életre szóló döntés. És akkor érdemes belevágni, mikor fel vagyunk rá készülve, nem csak spirituálisan vagy mentálisan, vagy a vágyaink miatt, hanem fizikálisan is képes az ember majd ellátni nem csak a feleségét, hanem mindazt, ami azzal jár. A családdal, az úgy értem. Remélem érthető mindaz, ami elhangzott, és segíteni szerettem volna azáltal, hogy megpróbálom értelmezni azt, ami le van írva, ami az atya akarata. A férfi egyáltalán nem, a férj tulajdonképpen, nem egy zsarnok, aki ugráltatja a rabszolgáját, vagy a rabszolgáit, körbe-körbe, ahogy ő akarja, hogy azok minden kényét, kedvét kielégítsék. A férfinak megvannak a kötelességei, és amit láttuk, az egyik legfontosabb ezek közül az, hogy úgy szeresse a feleségét, ahogyan a másiák szerette az a gyülekezetet. És érdemes ezen a szemüvegen keresztül olvasni mindazokat, amiket az ember olvas, hiszen minden, ami le van írva, több síkon értelmezhető, és ha így értelmezi az ember, akkor láthatjuk, hogy a Teremtő mindvégig példát mutat, hogy hogyan kellene, hogy működjön egy funkcionáló házasság, amelyik jól funkcionál és jól működik. A férfi szerepe egyáltalán nem egyszerűbb
vagy jobb, mint a női, hanem csak simán másabb. Alázat, engedelmesség, a Tóra követése és ismerete mindkét fél számára nélkülözhetetlen. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!